A Bagolyház. Az ura, kiáltotta Hekiti, eddig csak a csatamezőn találkoztunk. Ma azonban nem az ellenséged vagyok, hanem a társad. Luz, megint elérzékenyültél? Nincs mit tenni. Az ura mindenkivel össze tud barátkozni, még a vetélytársával is, úgy irigylem őt ezért. A vetélytársakat likvidálni szokás, nem összebarizni velük. Most folytasd! Ez a borzalom engem is elbájolt! Oké. Okay. Az ajtó váratlanul feltárult. Csing, csing, csing! Hú-hú! Ez a könyvműve! Égesd el! Edel, csomagot kaptál. Ajándékkosárnak tűnik. Biztos egy felajánlás. A fortyogó szigetek legjobb bossziának kiváltsága. Friss húsi! Nem, én Vega vagyok. A boszorkányok manapság már nem zabálnak meg kicsiket. Mi ez? Itt egy üzi. Gondoskodj a gyermekemről reggelig, jí-jí. Nem, én nem vagyok bébicsősz, küldjük tovább. Gazdagom, megjutalmazlak, pusz-pusz-pusz-pusz, de ne vér királynő. Micsoda? Jutalom? De ne vér királynő? Ő a szigetek leggazdagabb démona. Ha a kedvére teszel, gazdag leszel. Szóval pár óráig vigyázunk rá, és dől majd a lép. Sima ügy. Az eddigi legnagyobb közös kalandunk. Megismerkedünk a gyereknevelés szépségével. Te nem. Te közben visszaviszed a könyveimet a könyvtárba. Így nem kell vele osztozkodnunk. Okos vagy. Nézzük meg közelebbről a kis csöpséget. Bakker! Azt tudod, mindig a pénki segíts nekünk! Bocs, a könyvtár nem tűri a késést! Elmentem, Csövi! Megoldjuk, ugye? Rázós este volt. Köszönöm a segítséget. Ez nem történt meg. Várj! Tudom, hogy a naplóra nincs bocsánat, de... ezt kölcsön adjam neked. Láttam, hogy csak 4 kötet van meg. Köszönöm. Mégsem vagy aljas némber. Persze én sem voltam valami kedves veled. Átgondolom. Hallós, rácok meg! Ért. Húti! Önbiztos anyu. Így van. Én vagyok anyu. Én vagyok denevér királynő. A kicsik édesek. Jutalom. Vagyok adósa Edának. Kicsikém. Kicsikék, hová tűntek? Egyet már meg is tanítottam lopni. Rendkívül sikeres éjszaka van mögöttetek. Ennyi pénzt kerestetek. Sőt, még ezzel a síppal is meglepett. Használat előtt én lemosnám. Igen. Csak a jutalomért csináltuk. Hiányoznak a kicsik! Hoztam neked egy olvasmányt a könyvtárból. Kösz, kis csaj. Neked jó estét volt? Jó kezdett, rossz folytatás, de jól ért véget. Hé, az én éjszakám nem érdekel? Nem. Kétlem, hogy lenne bárki, akit érdekel! Magyar hangok. Herman Lilla, Farkasinszki Edith, Hanvas Dániel, Pekár Adrien, Maszlak Bálint, Kulás Fanni, Seder Gábor, Bertalan Ágnes, Kajtár Róbert, Elek Ferenc, Laudon Andrea. Magyar szöveg Borsicki Péter, hangmérnök és vágó Suták László, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Földi Levente, produkciós vezető Már Rita. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.